szerves savak előfordulnak élelmiszerekben, szerves savak, gyenge savak, mennyiségüket luggal való titrálással határozhatjuk meg. Salátaléből pipettával kimérünk 2x10 köbcenti oldatot, ez az oldat már hígított oldat, mivel a pipettánk egyenlő, beleengedjük a titráló lombikba az oldat teljes mennyiségét. Kicsit az utánfolyás miatt lassabban engedjük. Végighúzzuk a falán a pipetta végét, ami benne marad, az benne kell, hogy maradjon. Fenolftalein indikátort használunk. Az indikátor arra szolgál, hogy jelezze a reakció végét halvány rózsaszín szín megjelenésével. Nátriumhidroxid mérőoldattal átöblítettem a bürettát többször, és most nulla jelre állítom. Shellbach csíkos bürettánál a kereszt középső pontját állíthatjuk a jelre. És elkezdjük a titrálást. Látható a becseppenési pontnál a színváltozás. Mivel nem tudjuk, hogy mennyi az ecetsav ebbe a salátalébe, óvatosan kell hozzáadagolnunk a mérőoldatot, hogy ne titráljuk túl. Mikor már nehezen lehet a becseppenési pontnál elkeverni az oldatot, akkor óvatosan haladunk. Halvány rózsaszín színű, várunk 30 másodpercet, ha megtartja a halvány rózsaszín színét, akkor a titrálásnak vége van. Lejegyezzük a mérőoldat fogyott térfogatát, és a reakció egyenlet ismeretében számítani tudjuk majd az ecetsav mennyiségét. A bürettát ismét jelre töltjük, és most már tudjuk, hogy körülbelül mennyi fogy az oldatra. Kicsit bátrabban adhatjuk hozzá a mérőoldatot. Ezt a műveletet titrálásnak nevezzük. A felszerelés titráló felszerelésnek, ami áll egy laborálványból vagy bunzenálványból, egy bürettafogóból és a bürettából. Ismét 30 másodpercig megmarad, 2,4 köbcenti fogyott. Ugyanezt a titrálást megcsináljuk fehér borral, és megpróbáljuk meghatározni, hogy mennyi a borban a sav tartalom. Látszik, hogy itt sokkal több fog fogyni. A bornál nem olyan szép az átcsapási szín, de látszik, 7,6 köbcenti fogyott rá, tehát több, mint az ecetsavra. Általában borkősavban fejezzük ki a sav tartalmát, szintén reakció egyenlet alapján. Brom-timolkék indikátorral kicsit szebb az átcsapási szín, és pontosabb a vizsgálat. Megvizsgáljuk brom-timolkék indikátorral. Most már látszik a becseppenési pont. Zöld szín megjelenéséig titráljuk. 7,3 a fogyás. Itt az átcsapás jobban látszik.